Minden iskolás szabadjára engedheti a fantáziáját, a gyerekek ismét papírra vethetik saját mesevilágukat, a világ bármely országából küldhetnek meséket a gyerekek a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár tündérszó pályázatára. A magyar nyelven írott történetek témája bármi lehet, és egészen augusztus 4-éig várják a pályaműveket. Ez egy határok nélküli meseíró pályázat, ami azt jelenti, hogy akárhonnan az országból és az országhatáron túlról is várjuk gyerekek által írott meséket, akik 8 és 15 év közöttiek, és az a lényeg, hogy magyar nyelven írott mese legyen. A kritérium az az, hogy a terjedelem az nem haladhatja meg a 6000 karaktert, ami szóközök nélkül értendő, illetve vannak formai kikötések, hogy Word dokumentumba kérjük, betűtípussal, Times New Romannal, 12-es betűmérettel, másfeles sor közzel. Az eseményre mindig több száz alkotás érkezik. Még mindig nagyon sok pedagógus támogatja a gyerekeket az írásba. Ugye amikor elkezdenek fogalmazást tanulni, akkor még többen kezdenek el írni, és azért is várjuk 8 éves kortól, hiszen akkor már azért a betűket is ismerik, ugye 9 évesen, tehát igazából itt ezeknél a pályázatoknál is azt veszük észre, hogy ez a 10, 11, 12, 13 éves korosztály küld nagyon sok mesét. A jelentkező kizárólag olyan mesét küldhetnek be, amely még nem vett részt zsűrizésen, és vagy nem jelent meg sehol. A pályázat részleteiről mindenki további információkat talál a Gárdonyi Géza Művelődési Ház online felületein és a város honlapján. Az eredményhirdetésre és a díjátadóra szeptemberben kerül sor. A díjazottakat 2024. augusztus 31-éig e-mailben értesítik majd.